sznopság, fokozhatatlan unalom, merő időpocsékolás. Ki a fene jár még komoly zenei koncertekre? Kérdezi Janklovics Péter. Ezeket a furcsaságokat állítja pellengérre a humorral megfűszerezett szimfonikus koncert a zenegyűlölő. Ezzel is foglalkozunk a mai adásunkban. Köszöntöm Önöket, ez a Radar, a Hír TV napi riportmagazinja. Budai Évet vagyok. Illegális műkincskereskedőkre csapott le a rendőrség, egy időben közel 100 nyomozó tartott házkutatásokat az országban. Több helyszínen ott járt a radar kamerája is. A fémkeresővel rendelkező gyanúsítottak elsősorban római kori érmékkel kereskedtek, amiket gyűjtőknek adtak el. A megtalált műkincsek között van több millió forint értékű is, a kár pedig elérheti az 500 millió forintot. A Radar újra részt vehetett egy nagyszabású rendőrségi akcióban. Egyszerre 10 helyszínen csaptak le a nyomozók. Egyik kameránk itt a Siófoki kapitányságon, az eligazításon is részt vehetett. Földolgoztunk egy ilyen érmegyűjtő hálózatot, ilyen műkincskereső hálózatot, keresőzők, kereskedők, felvásárlók, stb. A gyanú szerint többen folytattak illegális műkincskereskedelmet. Több megyében egyszerre hajtottak végre házkutatásokat. Az egyik címen nehezen nyitottak ajtót. Siófoki rendőrkapitányság házkutatáson kellett ajtót. A nyomozók érméket kerestek, találtak is rengeteget. Könnyítsük meg egymásért érzelmet kövesen. Ha van ókori pénzért, bármilyen régiség, amiket itthon tart, azt részes mutassa meg, és akkor együtt idehozza. A férfi először azt mondta, hogy csak ez az egy táska van, a rendőrök találtak többet is. Több fémkereső volt a házban, sőt gumilövedékes fegyver is. Ezzel egy időben Budapesten, pontosabban Óbudán is házkutatásra érkeznek a rendőrök. Jó reggelt, a rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Siófoki rendőrkapitányság bűnügyi megkeresése alapján foganatosítunk itt egy házkutatást. Ön, mint a kényszerintézkedéssel szenvedő személy lesz ön az eljárásban. A nyomozást a Siófoki rendőrkapitányság folytatja, ezért ők tartottak tájékoztatót az ügyben. Egy olyan bűncselekmény, amely bár nem egyedi a magyar kriminalisztika történetében, de hát ezért nem is mindennapos. Idén januárban kapott jelzést a Somogyvár vármegyei rendőrfőkapitányság a Nemzeti Védelmi Szolgálattól egy bűncselekményről. Egy 53 éves siófoki illetékességű férfi illegális műkincs kereskedelemmel foglalkozik, jelesül érméket, különböző ékszereket fémkeresővel kutat fel, és ezeket értékesíti, illetve magángyűjteményt tart fel. A rendőrök ellenőrizték az MBS információit, majd nyomozást rendeltek el. A gyanúsított összesen 7 vármegyében rendelkezik különböző kapcsolatokkal, akik részt vettek ennek a bűncselekmény sorozatnak az elkövetésében. Volt közöttük olyan, aki az értékesítésben segítkezett, volt olyan, aki a restaurálásban, tehát ilyen megosztott volt itt a szerepkör. A gyanúsítottak többsége beismerte tettét. Részben legális volt a tevékenységük, tehát a talált antik régiségeket, amelyek elsősorban ilyen római kori tárgyakra kell gondolni, gyűrűkre, rengeteg pénzérmére, aranyezüst pénzérmékre és ékszerekre. Ezeket leadták a múzeumnak egy részét, de jelentős részét nem. Miután a gyanúsított pénzzavarban került, tehát anyagi gondjai lettek, akkor elkezdte ezeket értékesíteni. November 16-án 8 vármegyében és Budapesten 2 helyszínen egyszerre csapott le közel 100 rendőr a műkincskereskedő hálózatra. A házkutatások eredményre vezettek. Több mint 11 000 darab antik tárgyat sikerült lefoglalni. Ezeknek a nagy része római kori pénzérme, mint ahogy említettem, arany és ezüst érmék, különböző fibulák és meglehetősen nagy mennyiségű antik ékszer. Egy másik budapesti helyszínen, egy fogorvos lakásában egy egész szekrényi érmét találtak a nyomozók. A fogorvos úrról egyelőre csak annyi információnk van, hogy ő gyűjtő volt, gyűjtötte ezeket a tárgyakat és kereskedett velük. Az ügyben egyelőre 3 gyanúsított van. Őket üzletszerűen nagyobb értékre elkövetett lopással gyanúsítják. A rendőrök még szakértői véleményekre várnak, de a kárérték akár fél milliárd forint is lehet.